41 évesen elhunyt lánya gyermekkori fényképeit mutatja a megtört édesapa. Juditnál 2013-ban Hodgkin-kór diagnosztizáltak. Az orvostudomány szerint ez a fajta rákos megbetegedés korai felismerés esetén több mint 90%-os eséllyel gyógyítható. A nő azonban mindenféle orvosi segítséget elutasított, kizárólag alternatív megoldásokban hitt. Mindenkitől elzárkózott, aki azt mondja, a tudós bátyja azt mondja, hogy haladéknál jelentkez a szakrendelőbe, itt van a szomszédban a kórház, csináld végig, egyik, másik, harmadik, ötödik ember kinn a keserből, de meggyógyul. Azt mondja, nem kell, mert az kuruzslás, az nem jó nekem, azt mondta, és erre a teára hagyatkozott, meg az ilyen álságos dolgokról. Tehát nem lehetett letéríteni a makacságát arról az útról. Az asszony kapcsolatba került a Lébényben évekig állatorvosként humánorvosi tevékenységet végző dr. Dávid Tamással is, aki egy állítólagos csodatévő tea fogyasztását és megadózisú C-vitamin intravénás beadását javasolta Juditnak is. Az a tea átlag varázserős, és azt összekeverték a C-vitamin injekcióval, együtt beadták, és eltiltották a vörös hústól, mindentől. Vörös hús nincs, tej nincs, alkohol nincs. Ezek a misit maszat amerikai, afrikai gyümölcsökből kellett kvacsvaszt csinálni, szerencsére leányom azzal foglalkozott, és ez volt az, ami vitte a pénzt. Esetenként egy bacak az volt 40 ezer forint, a külön kezelés megint nem annyi. Szemeti Robert szerint a magát professzornak tituláló egyébként kuruzslásért nemrégiben elítélt orvost csak a pénz motiválta. Mondták a lányom és a vejem, hogy professzor úr, kifogytunk, egy kereső van a családban, nem tudunk tenni semmit. Kérem szépen, akkor ugye, de letette a telefon, szóval Győrben is kitűnő onkológusok vannak. Csak érti, minden mozzanat pénzbe került, minden pénz reménységet támasztott, amiről kiderült, hogy a reménység hiába való. Mert ő csak a teából jött, folyton a tea, meg a zöldségek, hogy ilyen zöldség, olyan mások összekeverni, és azt szegény leányom leült ide, ette azt a rengeteg idegen zöldséget, és eredmény nulla. A nő állapota folyamatosan romlott, csont és bőr volt, remegett, láthatóan napról napra rosszabbul lett, mégsem volt hajlandó orvoshoz fordulni. Az édesapa 2015-ben végül kénytelen volt eltemetni lányát. Föltámasztani halottat nem lehet, erre még Jézus se alkalmas, de azt lehetne, hogy egyik fehérköpenyes tudja a másik, hogy az kuruzsló, akkor ne legyen cinkosa. Tehát szívem szerint felhívást intéznék az ország összes kórházába, összes orvoshoz, onkológushoz. Ne engedjék maguk közé azokat, akik fogorvosok, meg szemorvosok, és gyógyítják a rákot a szisztémájuk szerint, mert az hazugság, hamis illúziókat táplálnak. Na most ezt kellene megakadályozni országosan, hogy ne tápláljon többé senki hamis illúziókat, mert ez a sírba vezet. A 41 évesen elhunyt asszony lánya Szemeti Robert unokája kísértetiesen hasonlít Juditra, mutatja az édesapa, aki unokáját a tragédia óta nem sokszor látja, mondja, mivel veje és a kislány nem szívesen keresik fel azt a lakást, ahol Judit meghalt.